Na jó, hát akkor továbbiakban is szép jó reggelt, megpróbálok tovább lépni. És hát áttérünk a mai nap során, mint a első díja címe is mutatja, most hát az ilyen alapvető fájkezeléssel kapcsolatos dolgok lesznek először, és hát aztán haladunk persze szépen sorban. Most én azért hagyj mondjak el annyit, hogy számomra egyszerre volt pozitív, másrészt negatív csalódás a tegnapi nap. A pozitív csalódás az volt, hogy micsoda döbbenetes mennyiségben voltatok képesek felregisztrálni a Iliászba. A negatív az az, hogy azt hiszem 5 embert láttam az IRC-n. Ne menjünk bele, tehát ebből nagyságban meg egyről tudom elképzelni, hogy ki tudom találni, hogy ki, az nyilván nem ez a lényeg belőle. Hanem az, hogy jó, senki, meg se nézte. Nyilván fel lehet fogni a dolgot úgy is persze, hogy abból, amiket én itt elmondtam, az alapján a házi feladatnak minősített dolgot szépen, gyönyörűen mindenki meg tudta csinálni. Valamilyen irányú fejlázást azért szeretnék látni. Tehát, vagy így, de jelezzétek, hogy ajjajjaj! Na szóval, aki bolgárul mondta, hogy igen, annak mi a baja? Nekem az volt a baj, tehát főtelepült minden összejött, és akkor a MAN parancs. Akárhogy írtam, de se olyan, nem tudtam elérni hozzájuk, hogy kiírja bármelyiket, és akkor a mint elején. Ez így igaz egyébként, az Ubuntu-nak ez a csökkentett verzió, amit föltelepített. A szerver. A minimál szerver. Fogalma nincs a MAN parancsról. A szerver. Minimál. Oké, köszönöm. Hát. Tehát jó, beleesem ebbe a csapdába, és utána föltelepítettem még egyszer. Jó, hát én tegnap már a főrejtelőben csináltam ugyanezt. Jaj, hát. Jó, ahogy mondjam, annyival jobb a helyzet, hogy ma azért, ha jól emlékszem, a nap második felében már lesz némi szó a telepítésről is, de ha ma nem, akkor a legközelebbi előadásban mindenképpen, mármint hogy a csomag telepítésről, tehát ha valami hiányzik. Mindazonáltal, hát ezzel most jól megvettél, technikailag lesznek még hasonló jellegű apró nyalánkságok, mert tegnap belebuktam abba, hogy én ugye emlegettem kedden azt, hogy a VI nevű szövegszerkesztőről nem fogok mesélni ilyen-olyan okokból, és aztán ezek után konstatáltam, hogy igen, de pont ebben az Ubuntu szerver telepítésben az van, pont, tehát amennyiben én olyan feladatot akarnék adni, hogy csinálj ilyen-olyan-olyan szövegfájt, akkor azzal azért lennének gondok. Úgyhogy kicsit át kellett gondolnom, hogy mi legyen, hogy legyen, úgyhogy sikerült úgy kialakítanom a feladatokat, hogy kénytelenek lesztek fájt csinálni, csak nehezebben. De mivel hála jó Istennek a hozzá szükséges dolgok minden fognak hangozni, annyira azért nem lesz rossz. Viszont előre szólok, hogy saját véleményem szerint kell gondolkodni majd a feladatok megoldásán, ami a mai anyaghoz tartozik, úgyhogy erre számítsatok, hogy szép hosszú hetetek lesz jövő alkalom előtt. Na jó, menjünk tehát akkor tovább. Akkor, ha jól értem, ugye azt azért elmondhatjuk, hogy most akkor valamilyen környezet mindenkinél van, de elindulni azért többé-kevésbé el lehet, akkor finomítunk. Elvileg ugye egy második disztribúció telepítése is volt, és abban talál jobb a helyzet, de ezek után ugye nem merek semmilyet se vállalni, úgyhogy nem mondok erről semmit, bízom benne, hogyha más nem, akkor csak a telepítés után a dolog azért megoldódik. Na, tehát úgy gondolom, hogy feltételezhetem minden további nélkül, hogy akik itt vannak, azok azért a ma elterjedtebb operációs rendszerek valamelyikét már használták. Tehát azt, hogy a Linuxos környezetben az adatokat úgynevezett fájrendszerben tárolják. És a fájrendszer azt tulajdonképpen megdöbbentő módon azt jelenti, hogy a fájlok rendszere. Azaz, hogy valamilyen struktúra, ami technikailag csak arra szolgál, hogy te képes legyél a számodra szükséges információhoz hozzáférni, ez azért egy nem túl ismeretlen megközelítés. Őszintén szóval nem szívesen mennék bele abba, hogy egy informatikát egyáltalán nem ismerő embernek elmagyarázzam a fájrendszer és a fájlok fogalmát. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy próbálkozok valamiféle ilyen definíciószerűt összehozni, de bízom benne, hogy azért nagyon nem kell senkinek magyarázni. Azaz, hogy technikailag vannak valamilyen adatok,
ugye átlag ember számára képek, zenék, videók, ilyen-olyan-olyan táblázat kezelővel, valamilyen feladathoz szükséges adatok táblázatos formával lementve. Nagyjából ezt jelenti az, hogy ő tárol fájlokat a gépén. Na most van egy kis probléma. Addig, ameddig 10, 20, 50 ilyen jellegű adatot akarok tárolni, addig éppen még azt is el lehet képzelni, hogy ezeket az adatokat valamilyen teljesen értelmetlen azonosító alapján találom meg, amit mondjuk a rendszer ad nekem. Tehát azt mondja, hogy a H1428 pont felkiáltójel D52, és ezt ő automatikusan generálja, te meg kénytelen kelletlen megjegyzed. De úgy gondolom, hogy amikor már 3000 ilyen van, akkor ez nem annyira jellemző, hogy te erre képes lennél. Tehát nyilvánvalóan, ha egyszer a rendszer biztosítja azt a lehetőséget, hogy te valami számodra logikusabb elnevezést válasszál, akkor az emberek többségében egy idő után kialakul valamiféle rendszerező elv. Na most a Linuxos világ a következőt mondja. Az adatokat ilyen fa jellegű, vagy faként, vagy fa gyökérzeteként ábrázolandó struktúrában tárolja. Ebben a struktúrában mindennek van valami neve, ezt a nevet viszont többé-kevésbé szabadon te választod meg. Tehát azt kell érteni, hogy vannak olyan részei ennek a struktúrának, aminek fix kötött neve van, vagy nem is lehet, vagy csak nagyon nem javasolt módosítani ezt az elnevezést. És persze van olyan is, elsősorban ugye a te saját adatai, amelyeknél az elnevezési konvenciót te választod ki. Gondolom azért jelenlevők többsége látott már életében digitális fényképezőgépet, ad abszolútum használja is, próbálkozott azzal, hogy a digitális fényképezőgépről áttölti a képeit. Azt, aki ugye kicsit informatikusabb, az elég hamar megtalálja, hogy a fényképezőgépek jelentős többsége valamiféle logika szerint nevezi el. Általában a logika az, hogy a fájlnevek elején van valami egyébként a gyártóra vagy esetleg a típusra jellemző pár karakteres azonosító. Ez nem minden esetben érvényes, tehát van olyan, hogy azt mondja, hogy Kodak valami, bocs, nem reklám, és van olyan, hogy P valami, ez meg Panasonic lenne a szerencsétlen, de nem viszi túlzásba, és utána jön egy ilyen 6-8-10 számjegyből álló kombináció. Ez a natívan használt fájlnév. Na most, hogyha te ezeket a fájlokat valójában ezen a néven tárolod a géppel, akkor az valami iszonyat. Mert amikor már 10 éve fotózgat, akkor ezek alapján, a nevek alapján meglehetősen nehéz visszakeresni. Na most ugye az is tudható, hogy például egy ilyen fénykép áttöltését segítő, ilyen-olyan-olyan fotó kezelő alkalmazás könnyedén fölkínálja azt, hogy bocs, a képek áttöltésekor adjál már valami nevet, és akkor te azt mondod, hogy 2013 Balaton nyaralás, és innentől nem P18206519 lesz a fájlnév, hanem ez a 2013 Balaton nyaralás pont 1, pont 2, pont 3, és így ami nyilván egy fokkal könnyebb. Na most, hogyha valaki használ ilyen fénykép kezelőt, akkor olyat is tudnak általában, hogy hozzáfűzhetsz te plusz információt. És itt szokott egyébként a fénykép kezelővel kapcsolatos legtöbb probléma felmerülni, hogy amikor már beletoltál 5-10 ezer fotót, és találkozol egy jobb fénykép kezelővel, és azt mondod, hogy ó, hát semmi gond, hát áttérek, és kiderül, hogy hát 5-10 ezer fotó általad bevitt plusz adata, az valamilyen formátumban tárolódik, kinyerni az eredeti fényképkezelőből nem tudod, átvinni az újba nem tudod, tehát választhatsz, hogy vagy az elmúlt évtized termését